Elindultam szép hazámból, híres kis Magyarországról. Visszanéztem félutamból, szememből a könyv kicsordul. Bú ebédem, bú vacsorám, boldogtalan minden órám. Nézem a csillagos eget, sírok alatta eleget. Én Istenem, rendelj szállást, mert meguntam a bujdosást. Idegen földön a lakást, éjjel-nappal a sok sírást. A Szent István téren emlékezett városunk a trianoni békediktátum évfordulójára itt Balázs Mária képviselőasszony mondott beszédet, melyben egy érdekes látópontról, az óvodák szemszögéből tekintett vissza a trianon utáni időkre. Hogy mit tett a trianoni döntés ezzel a szakmai szárnyalással? Az oktatási és nevelési rendszer vesztesége hatalmas volt. Összesen 31 felsőoktatási intézmény került az új határokon kívülre. Magyarországon 1914-ben 2229 kisdedóvó működött. Számuk Trianon következtében 837-re csökkent. Ez 62%-os elvonást jelent a számok nyelvén. A 2500 számon tartott óvónőből csupán 1014 maradt, ami hatalmas emberáldozatot jelent. A szakemberek létszámának 60%-a szorult a határainkon kívülre. Mindez azt jelenti, hogy a trianoni trauma hatalmas, mai szóval érve humán erőforrás áldozatokkal is járt. Az ebből való kilábalás pedig még sok egyéb akadályt tartogatott a nemzet számára. Amikor azt mondjuk gyermekeinknek, hogy tanuljanak, mert a tudás senki sem veheti el tőlük, mi azért a fenti események alapján is láthatjuk, hogy a történelem folyamán erre is volt példa. Trianon mindenki számára megtanította, hogy egy nemzetnek ilyen módon mégis el lehet venni tudását, identitását, önbecsülését, hogy későbbi korok rezsimjait ne említsem. Ezek a sérülések élethosszig tartó sebeknek bizonyulnak, melyek nem gyógyulnak be, csak sajnos feledésbe merülnek. Bízom benne, hogy a jelenlegi magyar óvoda pedagógia és annak színvonala megőrződik, és bár a szakemberellátottság tekintetében hasonló problémákkal küzdünk, mint Trianon idején, bízom benne, hogy a jövőben is lesznek fecskék, akik újra elhozzák a nyarat. A megemlékezés részeként a Pesti Zenész Színpad Örökségünk című műsorát láthattuk, melyben magyar költők, zeneszerzők műveiből kaptunk válogatást. Vas Albert a múltból így imádkozik felénk. Uram, adj békességet a Kárpátok között. Sehol még földet annyi könny és vér nem öntözött. Sehol annyi virág, és sehol ennyi bánat. Szeresd jobban, Uram, az én szegény hazámat. Ám sajnos az ima kevésnek bizonyult. Az első világháborút lezáró békerendszer alapján az őshonos magyar népesség 5, a mai állapot szerint 8 államban találta magát, és vele együtt történelmi és kulturális emlékhelyének nagy részét is. Most a hónap nyár tüzében ring a déli bár, tüzek gyúlnak, hova kint a fény, ragyog a világ. Dombok oldalán érik már a bor, s valamennyi vénakácsban megy a szancsokor. Zöld arany a pázsit sejme, kék ezüst a tó, s csöndes éjjel halkan felsír a
Az emlékmű belsejében helyezték el virágaikat, koszorúikat a megjelentek, köztük városunk vezetői és intézményeink képviselői. Annyi mindent kéne még elmondanom, nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom. Nem sírjam, milyen jó, hogy itt vagyunk, régi jó barátok, egyet mondunk, s egyet.